Sziasztok PC Guru nézők és leginkább hallgatók! Itt vagyunk Kristoffal, Stilszénttel, Hello, sziasztok! Zsoltival, Dreggel. Üdv mindenkinek! Én Böjti vagyok, és hát egy most tulajdonképpen egy ilyen évet átnézzük, teljesen egy ilyen átbeszélős eszmecserét folytatunk 2020-ról, illetve egy picit a jövőben nézünk 2021 kapcsán. De elsőként talán, ami leginkább aktuális, én azt gondolom, hogy jó lenne egy pár szót ejteni, hogyha nem is nagyon kibontva ezt az egész balhét meg minden, de hát most a Cyberpunkról beszél mindenki, és megmondom őszintén, hogy ugye korábban én ezt felvetettem, hogy mi van akkor, ha, és mekkorát lehet zuhanni ilyen magasból, és én nagyon sajnálom, hogy úgy néz ki, hogy a CD Projekt az egy picit belesétált ebbe, mert hogy most pontosan ez történik, és nem érzem teljesen a saját részemről korrektnek azt a fajta serdobálást, ami megy most a csapattal kapcsolatban, mert hogy azért más, nagyobb cégektől is láttunk már ilyet, amikor nem fordultak ennyire ellenük, miközben egy picit, tehát két dolog zavar nagyon. Az egyik az az, hogy most nagyon látszik a vírus hatására, hogy az emberek a frusztrációikat a megfelelő célpontra öntik, amikor lehetséges. A másik, ami nagyon nem tetszik, az az iszonyatos képmutatás, hogy a CD Projekt Red az Isten, ők a legjobbak, ők lássátok, hogy mennyire odafigyelnek mindig a játékosokra, és amikor történik egy baki, akkor egyből mindenki hátat fordít nekik, pedig biztos vagyok benne, hogy megoldották volna idővel, persze nem lehet így kiadni játékot, tehát hogy megérdemelnek bizonyos fokú kritikát, ugye, ami ilyenkor szokásos mind a sajtó, mind pedig a játékosok részéről, de én ezt túlzásnak érzem, ami most folyik, és nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, vagy mit gondoltok erről. Igen, beszéltünk erről korábban, és nagyjából az volt a konklúziónk, hogy már akkora a hype meg az elvárás a játék körül, hogy innen már szinte csak bukni lehet, mert ha minden úgy sül el, ahogy elvárjuk, akkor az mondja mindenki, hogy hát oké, persze, hát jó lett a Cyberpunk. És ha bármi baki lesz, akkor ott óriási gondok lesznek. Hát végül ugye úgy alakult, hogy nem csak apró gondokról van szó. Annyiban egyetértek veled, hogy igen, itt megint az érződik, mint ami az interneten ma már teljesen általános, hogy csak végletekben lehet nyilatkozni bármiről, tehát valami vagy ultra isten császár király, vagy az utolsó szar szemét, most megint a Cyberpunknál is ez rajzolódik ki. Ugyanakkor az, hogy a játék ilyen helyzetbe került, azt szerintem csak és kizárólag maguknak köszönhetik, mert tényleg az, hogy képesek voltak azt megcsinálni, hogy teljesen szándékosan eltitkolták azt, hogy milyenek lesznek a prevgen verziók, semmit nem mutattak róluk, a tesztpéldányok között is direkt nem voltak ilyenek, csak a megjelenés után, vagy közvetlenül előtt derült ki, hogy milyen lesz PS4-en, Xbox One-on a játék. Tudták, hogy ez itt nagyon nincs rendben, és egyszerűen ez nem volt jól menedzselve, nem volt jól lekommunikálva, és amikor ez így kiderült, akkor szépen visszaömlött rájuk az egész bili, és ez a része szerintem teljesen, teljesen jogos. Amúgy én is kicsit egyetértek itt Dreggel, tehát hogy az, ahogy megjelent ez a játék, meg ahogy lekommunikálták, tehát itt tudom én, ugye Adam Kicsinski mondott ilyeneket, hogy olyan kis bugok lesznek benne, hogy észre se fogjuk venni. Neki már egyszerűen tudnia kellett, hogy nem ez az igazság, ugye. Aztán nyilatkoztak olyat is, hogy meglepően jól fut a előző generációs verziókon. Azért el lehetett volna kerülni szerintem ennek a botránynak egy részét, hogyha korrektebbül állnak hozzá. Vagy lehet az is benne van, hogy egy csomó játékos úgy áll ehhez az egészhez, hogy ez a megjelenés, ahogy titkolóztak ezek a megoldások, ezek egyszerűen nem méltóak a CD Projekt Redhez. Ugye ők voltak azok sokáig, akikre lehetett pozitív példaként mutatni, hogy ugye a tripla a kategóriás játékfejlesztésen belül is lehet embernek maradni és korrekt cégnek maradni. És azért most ez a image kapott egy elég durva ütést ezzel a megjelenéssel szerintem. Tehát, hogy nyilván a CD Projektnek a felső vezetése meg a menedzsmentje az elég vastagon benne van abba, hogy ez úgy sikerült, ahogy. Ugyanakkor én is azt vettem észre, hogy kvázi az elmúlt napokban már így divat lett még egyet jól beleugni a CD Projektbe, hogy hát mi ez a Cyberpunk, mi ez a fos, amit ide leraktak az asztalra. Tehát én is azt vettem észre, hogy ezt itt most nagyon mindenki
felszállt a Lynch vonatra, úgymond, és nyilván nem vétlen a CD Projekt, meg nem egyszerű áldozat, de az is túlzás, ami most megy. Tehát, hogy most már tényleg nagyon fel van nagyítva ez az egész, és az, hogy mindenki sorba áll, hogy még egyszer jó beleugjanak, az azért kicsit már visszatetsző. Igen, tehát ez a sok, és én azt gondolom, hogy pláne így az ünnepek közelettével érdemes lenne, hogy mindenkinek egy picit elgondolkozni ezen. Ráadásul tehát külön kell választani azért a menedzsment részt és a fejlesztői csapatot. Ugye magán a játékon a fejlesztők dolgoznak a mai napig, és fognak is rajta, ahogyan korábban a Witcheren is, ami szintén bugokkal jelent meg, csak ugye nem ennyire durvákkal. Tehát, hogy itt azért különböző oldalak vannak, nem lehet az egész CD Projekt Redet hibáztatni rossz vezetői döntések miatt, illetve nem lehet szerintem lenézni azoknak a munkáját, és semmibe venni, akik viszont dolgoztak rajta és dolgoznak rajta, és valószínűleg ez nem az ő döntésük volt, ahogy például, mit tudom én, túlóra sem, és a többi. Úgyhogy maga a kommunikáció az borzalmas volt, igen, ez a PC-re adunk ki kódot, az sem időben sok helyen, és a többi az szintén nem. Tényleg a jelenlegi állapottal nagyon komoly problémák vannak, viszont a problémák alatt, a bugok alatt egy nagyon jó játék van már most. Tehát, hogyha ezzel foglalkoznak, akkor én mondtam már, hogy nekem ez a cyberpunk világ azért nem kedvencem, az ilyen dark fantasy, meg egyéb fantasy dolgok, azok közelebb állnak a szívemhez, úgyhogy egy Witcher 3-at soha nem fog megelőzni, de egy jó játék lesz, de ez azért az kell, hogy nem egyből mindenki rögtön, tényleg ez a menjünk még oda, és akkor még egyet rúgjunk bele, elműködjön, mert ez viszont már nagyon-nagyon túlzás. És igazából ez az, ami nekem visszás. Igen, itt tényleg az a szomorú igazság, hogy itt a legnagyobb vesztesek azok maguk a fejlesztők, akik dolgoztak ezen tényleg 7 éven keresztül. Rengeteg hír volt arról, hogy mennyi túlóra van, mennyire hajszolják őket, ami ennyi csúszás után, hát ha nem is érthető, mert nyilván nem érthető, de a menedzsmentnek nem volt már más választása, de igazából az rajzolódik ki, hogy ez egy totálisan félremenedzselt projekt már. Szerintem igazából az elejétől fogva, mert az egyik legfőbb konklúzió most, hogy látjuk, milyen lett a játék, és igazából az elsődleges platformon, PC-n se tudták ugye olyan minőségbe kiadni, mint amit elvárható lenne. Tehát igazából szerintem az rajzolódik ki, hogy ez a játék egész egyszerűen túl korán készült. Tehát szerintem, ha 5 év múlva készül el a Cyberpunk, akkor ez egy vállalható projekt lehet volna. De tényleg az, hogy egy olyan világot kellett létrehozni, amihez hasonlót nem nagyon csinált meg senki, nincs igazán jó referencia, egy csomó mindent nekik kellett kitalálni, olyan játékelemekkel dolgoztak, amikkel korábban nem, szóval szerintem ez mind-mind oda vezetett, hogy végül kaptunk egy ilyen terméket, ami PC-n is messze van a tökéletestől, konzolokon meg, aztán tulajdonképpen majd, hogy nem játszhatatlan, és itt felszokták sokan hozni, mindig látom a kommentekben, hogy hát örüljenek a konzolosok, hogy egyáltalán megjelent a játék, meg hogy meg se érdemlik, meg hogy miért kéne a 7 éves platformon futni a játéknak. Hát könyörgöm, amikor ezt a játékot bejelentették, akkor úgy jelentették be, hogy igen, ez jön PlayStation-re, meg Xbox-ra is. Tehát itt volt egy ígéret, teljesen joggal várta mindenki, hogy játék megjelenik egy platformra, akkor azon játszható legyen. Korábban nem volt még ilyen, hogy a Sony-nak vagy a Microsoft-nak le kellett vennie egy játékot a saját sztóriáról, annyira rossz állapotban van. És az, hogy ez egy ilyen komoly címnél történik meg először, az szerintem elképesztő. Hát valószínűleg egyébként túl nagy fába vágták a fejszélyüket. Tehát, hogy, és itt tényleg a kommunikáció volt a legnagyobb probléma, hogy ment a hitegetés, hogy közben meg minden rendben van, miközben ugye már a videóknál érződött, hogy valami nincsen rendben. Csak akkor nem kötötték annyira az emberek orrára. Ez akkor derült ki, amikor már a kasszán elfizettek, és ilyen szempontból viszont ez a része, tényleg ez továbbra is tartom, hogy teljesen jogos a felháborodás, tehát hogyha kifizet valaki 20 000 forintot egy játékért, akkor az igenis azért legyen egy olyan állapotban, ami nem béta állapot. Úgyhogy ez nagyon kétoldalú történet, kicsit ingoványos is a talaj, tényleg a mértékek azok, amik miatt szerintem itt érdemes volt erről beszélni. De hogy akkor legyen egy kicsit kellemesebb téma. Bár nem tudom, hogy mennyire kellemesebb téma, mert valahol ez a Cyberpunk balhé, ez igazából így visszavezethető 2020-ra olyan szempontból, hát
egy izgalmas évünk volt, megvoltak a jó és rossz pillanatai, elég nagy meglepetései, csak az a baj, hogy ezek a meglepetések legtöbb esetben, tehát itt most azért kihangsúlyoznám, hogy a legtöbb esetben nem voltak annyira pozitívak. Ti hogy láttátok az évet? Tehát, hogy vannak ugye minden nap ilyen kis évértékelők, de ezek csak egy top 5-ös listaként és pár mondatban valósulnak meg, úgyhogy amit nem bontottatok ki, vagy úgy egyébként még így magánvéleményetek, és a többi, nyugodtan bármit, ti hogy értékelitek ezt a 2020-at? Hát szerintem amúgy mindent elmond az évről, hogy a egyik első nagy megjelenése az egy olyan Doom volt, amiben vannak platformer elemek és átvezetők, tehát innentől kezdve már csak lefelé lehetett menni. De amúgy viccet félretéve, mert nagyon szerettem a Doom Eternalt, mielőtt jöttök megverni, vagy bárki más. Szerintem amúgy egy egész erős évet zártunk így játékok szempontjából. Ha még itt a Cyberpunktól el is tekintünk, hogy ugye az ilyen kétesélyes, hogy valakinek vagy működik a gépén, és akkor örül, vagy nem, és akkor sorban áll a refundért. De hogyha ettől eltekintünk, akkor szerintem egy elég erős évet zártunk. Tehát hogy azért voltak itt nagy megjelenések ezen kívül is, amik viszont kifejezetten jól sikerültek. Tehát például nekem, ami eszembe jut most a Doom, vagy a Ghost of Tsushima, ez a kettő, ami hát nálam kifejezetten jól vette ki magát, de igazából a indie ipar is eléggé beerősödött, meg a kettő között a dupla A kategóriás játékokból is volt bőven olyan cím szerintem, ami miatt hát lehet szeretni ezt az évet akkor is, hogyha úgy alakult, ahogy. Mik voltak azok, amik mondjuk a legnagyobb csalódást okozták, illetve olyan kérdés, hogy tehát a teljes évünket, én azért mondtam ezt az egész negatív meglepetések, meg hogy azért itt elég furcsa év volt, hogy azért a koronavírus járvány az egész évre kifejtette a hatását. Akár a játékipar szempontjából például nem voltak ezek a megszokott eventek, nagy sók és a többi, akár magánemberként, hogy élted meg ezt? Tehát most egy picit így évvégi és évelei kitekintőként tegyük egy picit személyessé ezt az egészet. Te hogy élted meg ezt az egész koronavírusos 2020-at? Hát igazából jó kérdés, mert hogy maga az életem, a munkám az annyira nem változott meg emiatt, tehát annyi, hogy nem kellett átutaznom minden reggel a teljes városon, hogy bemenjek az irodába, hanem otthonról dolgozhattam, ami nyilván kényelmes volt. Cserébe meg, hát ugye itt a koronavírus, amire vigyázni kell nyilván, ne kapjuk el azt, hogy izolálja magát az ember kvázi, az is megviseli szerintem valamilyen szinten mentálisan, fizikailag is. Tehát mondom, nagyon kettős év volt, őszintén nem is tudnám nagyon jobban összefoglalni ennél, mint hogy ültem a karanténba egy 8 hónapig, és közben videójátékokkal játszottam. Én onnan ragadnám meg ezt a dolgot amúgy, hogy ha azt nézzük, hogy február-március környékén mire zúrodott ki, ugye akkor ütött be igazán ez a járvány dolog, akkor még senki se tudta, hogy igazából mi lesz ez, hol lesz, hol lehet a vége, mikor lesz vége. Nyilván ezt per pillanat se tudjuk biztosra, de picit jobb képünk van az egészről, akkor ez egy teljesen új és kiszámíthatatlan dolog volt. És hát ott még voltak komoly félelmek annak kapcsán, hogy egyáltalán hogy fog alakulni ez az idei év. És olyan szempontból szerintem nem lehetünk csalódottak, hogy végül bár voltak csúszások jócskán, bár szerencsére egy részük csak az év közben, nem minden tolódott át 2021-re. Tehát azért végül, ha visszatekintünk erre az évre, akkor azért látszik, hogy jöttek bőven játékok szerencsére, és ami a legfontosabb szerintem, és még nem esett szó róluk, azok ugye az új generációs konzolok, a PS5 meg az Xbox Series X, ami kapcsán szintén ott volt a félelem, hogy lehet, hogy nem fog tudni kijönni velük a Sony meg a Microsoft idén, leginkább azért, mert nyilván a járvány az itt a gyártásra is igen komoly befolyással volt, jóval szűkebb volt a kapacitás az előzetesen tervezetnél, és hát ez nyilván érezteti is hatását, hiszen világszerte hiány van mindkét konzolból, a fontosabb piacokon, mint az Egyesült Államok, most kezd így becsordogálgatni a második, harmadik adag szállítmány, de hát még továbbra sem tartunk ott közel sem, hogy aki szeretne,
venni, az be tudjon sétálni a boltba, és le tudjon emelni egyet a polcra. Szóval épp hogy, de összejött ez a generációváltás, és amúgy ezt is még árnyalnám annyival, hogy itt most nem pusztán arról van szó, hogy a járvány miatt nem jutott elég konzol, hanem tényleg valahogy úgy jött ki most, hogy elképesztő módon ki volt éhezve mindenki erre a két új gépre, és mind a Sony, mind a Microsoft saját személyes csúcsot állított fel, sőt ugye a Sony az úgymond összességében is, mert a PS5-nél jobban egy konzol sem startolt még, szóval igen, adhattak volna többet belőlük, igen, juthatott volna több embernek, ez sajnos a járványnak a következménye, de azért vegyük észre, hogy óriási, tényleg óriási kereslet volt ezekre a gépekre, és nem kizárólag a gyártókon múlott az, hogy ezekből nem jutott mindenkinek. Személyes élményeid így ahogy Kristóftól is kérdeztem, tehát hogy élted meg ezt az egészet? Hát elég hullámzóan, tehát volt, amikor már elég nehezen viseltem, de ha levetítem a gamingre, akkor olyan szempontból azért valamennyire volt pozitív hatása, főleg tavasszal, amikor nem csak a járvány miatt, hanem volt egy közepesebb, komolyabb sérülésem is, ami miatt még akartam, se tudtam volna sehova sem menni itthonról, úgyhogy félig meddig ágyhoz voltam kötve, így több időm jutott játszani, mint nem tudom, az elmúlt 5 évben bármikor, ami olyan szempontból örömteli volt, hogy jutott időm olyan dolgokra, amikre másra nem, gaming szempontból. Úgyhogy ilyen szempontból jó volt nekem az év, hogy több időm volt játszani, mert amúgy ez sokan úgy képzelik el, hogy mi dolgozunk, és egész nap játszunk, és ez milyen jó. Hát nem tudom, én mióta tényleg komolyan is, és napi 8 órában ezzel foglalkozok, azóta játszom szerintem a legkevesebben. Szóval igen, itt nem feltétlenül arról szól a mi munkánk, hogy reggeltől estig játszunk, de most ez az idei év úgy alakult nekem, hogy többet tudtam annál, mint amennyit az elmúlt pár évben, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy legyen minden további év ilyen, mert azért nem, de kicsit így fel tudtam zárkóztatni magamat egy-két szempontból. Amúgy pedig igen, tehát, hogy maga az év játék szempontjában azért onnantól kezdve, hogy Doom Eternal és társai, új generációs konzolok, PlayStationre egy olyan jó kis platformer jelent meg, mint a Sackboy, ami idáig nagyjából a... Tehát az utóbbi években én nem annyira emlékszem Sony-nál kifejezetten jó platformerre, úgyhogy mondhatjuk, hogy ami az utóbbi időkben leginkább a Nintendo-nak volt az ismérve, azt is sikerült így megragadni. Ott volt a Dirt 5, ami Zsolti, nálad is, nálam is eléggé betalált, mint árkád autóverseny, tehát hogy ez egy tök jó darab, minden hibája ellenére is, és akkor Cyberpunk, és a többi, tehát hogy egyébként nem volt egy rossz év, én időnként nagyon éreztem azt, hogy valami úgy rezonált, nem volt rendben a világgal, később érkeztek kódok, nehezen lehetett PR ügynökségeket elérni, ugye én ezzel a részével foglalkozom nagyon sokat, és ezt éreztem, tehát, hogy voltak hatásai, ugye a gépszállítások kapcsán is voltak hatásai. Most az, hogy mennyit játszottam, mennyit dolgoztam, azt inkább hagyjuk. Lehetett érezni nagyon sok mindent ebben az évben, és bár sokan mondják, hogy nagyon az új generációs konzoloknak nincsenek meg úgy a... Tehát nincsen meg az a generációváltásos élmény. Én azért valamennyire éreztem, de tény, hogy még várni kell azokra a játékokra, amik majd ezeket kihasználják. És nem mondom, hogy jövőre már megérkeznek, mert lehet, hogy jövőre még mindig csak ilyen kis ízelítőket kapunk, de hogyha már jövő év, akkor egyébként mit vártok, mit reméltek, mit gondoltok a jövő évről, mik azok a címek, amik esetleg már biztosan jövő évben jönnek, és azok így nagy kedvencé válhatnak, legalábbis nálatok? Hát én amit legfőképp várok, hogy végre jusson nekem is egy PS5, ahogy visszacsatolva ahhoz, hogy nem mindenkinek jutott, és amúgy szerintem ilyen szempontból azért, ha más nem, akkor a DualSense az kicsit villantott ebből a generációváltás élményből. Én legalábbis azt szűröm le így általánosságban, hogy az egy olyan dolog a PS5-nek a kontroller, ami így hoz egy ilyen kis wow élményt ezekkel az új funkciókkal. És igazából a játékok szempontjából is inkább itt vannak azok, amik már látszódnak, hogy 2021-es címek is kifejezetten érdekelnek, gondolva itt a Gran Turismo 7-re, az új Ratchet & Clank-re,
az új God of War, ha tényleg megjelenik 2021-ben, most így a fejem tetejéről így ezeket tudtam előhúzni, mint 2021-es címek, és nagyon várom őket, de biztos, hogy multiplatform téren is vannak olyan dolgok, amik ígéretesek. Új Hollow Knight is lesz ugye például, azt is nagyon várom. Igazából nálam ironikus módon pont a horror vonal az, ami kicsit most felerősödött, pedig nem kedvelem a zsánert, meg nincs is hozzá idegrendszerem, de most, hát év eleje fele fog megjelenni, ugye elvileg a The Medium, meg valamikor utána a Resident Evil Village is, és ezek amúgy tipikusan olyan címek, amik engem elég érdekelnek, attól függetlenül is, hogy tényleg valószínűleg le fog állni 6-szor a szívem, és meghalok félúton, de mindkettőnek ilyen tök érdekes koncepciója van, tök jó hangulata, a Resident Evil 7 is meglepően tetszett. Tehát ezek után én tényleg nagyon kíváncsi vagyok mindkettő ilyen címre, illetve a másik az a Horizon Forbidden West, ami hát ugye nem kifejezetten ez a Next Gen élmény, mert jön PS4-re is, de nekem a Horizon Zero Dawn is annyira tetszett a világával, a történetével, a felépítésével, hogy ezek után nyilván a folytatásra is nagyon kíváncsi vagyok. Meg hát persze ott van a God of War, de hát az szerintem ilyen alap a legtöbb embernél. Kérdés, 3 címet felteszek. Szerintetek elkészül 2021-ben? Vagy valaha is? Tehát, hogy az egyik az a Vampire Masquerade, a Bloodlines 2, az Atomic Heart és a Biomutant. Hát igen. Igen, ugye a Vampire-nél ott voltak elég komoly váltások a fejlesztő csapatban, ugye a Zavellont is elzavarták, meg ott pár vezetőt is leváltottak, szóval ott elég necces a helyzet. A Biomutant az a 1001 éve készülő játék, amiről 3 havonta bejelentik a fejlesztők, hogy igen, készül, csak nem látunk belőle semmit. Úgyhogy én amúgy ezt a kettőt a nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy szerintem összehozzák. Az Atomic, az pedig, hát ugye ez egy kisebb léptékű cím ezekhez képest, és emiatt vagyok kicsit bizonytalan, mert azért ezeknél a játékoknál ott általában nagyobb veszély van a komolyabb csúszásnak és az elhúzódó fejlesztésnek talán. Hát igen, mondjuk ez pont az a 3 cím szerintem, amit lehetetlen megmondani, hogy mikor fog jönni, hogyha jönni fog egyáltalán. Mondjuk a Bloodlines-nál én is azt érzem, hogy azért az mégiscsak egy sokkal komolyabb, a másik kettőnél komolyabb cím, komolyabb hagyatékkal, tehát hogy azt szerintem jó esélye idén ki fogják tolni valamikor év végén az ünnepi szezonba. Vagy ugye decemberbe, ami a halott játékoknak van fenntartva, ugye, hogy erről beszéltünk a Twin Mirror kapcsán. Hát a másik kettő az, fogalmam sincs, 50-50, vagy igen, vagy nem. Tehát, hogy a Biomutant az olyan, amit régen tökre vártam, most pedig, amikor meghallottam a címét, akkor ilyen 5 másodpercig azért gondolkoznom kellett, hogy mi az, meg mit jelent. Az Atomic Heart, az meg arról aztán tényleg fogalmam sincs. De fél évente egyszer kijön hozzá egy trailer, vagy valami új info, és igazából ennyi. És meg hát azt sem tudom, hogy ugye elvileg a Stalker 2 is valamikor mostanában fog megjelenni, hogy mondjuk azzal mennyire szeretnének versenyezni a fejlesztő urak, mert hogy ugye az egy kicsit nagyobb cím ebben a kategóriában. Most azért még eszembe jutott 2 ilyen hasonlóan mókás darab, az Elden Ring, ami nem tudom, meg kell várnunk talán, hogy Martin még befejezzen 1-2 regényt, vagy abból lesz valami, illetve hát a Dying Light 2, ami szintén kisebb problémákba futott, aztán azóta eltűnt. Igen, az Elden Ringet én direkt nem mondtam, mint vár címe, én is félek attól, hogy ez nem fog megélni 2021-ben, bár most azt pletykálják, hogy most már tényleg látni fogjuk 1-2 hónapon belül, de hát tényleg az, hogy bejelentették másfél éve, és konkrétan semmit nem láttunk még a játékból, az elég aggasztó, legalábbis olyan szempontból, hogy akkor az a bejelentés valószínű korai volt, úgyhogy én nagyon várom, hogy mi lesz az, de abban nem reménykednék, hogy ez mindenképpen megjelenik idén. Mi volt a másik cím? Dying Light 2. Dying Light 2, hát igen, ott is, hogy mi van, tehát lehet az lesz a következő Dead Island 2, ami így elveszik az éterben is. Végül soha nem jelenik meg, nem tudom. Az egy ilyen majd, hogy nem kész játék volt már, és most már hosszú hónapok óta síri csend van körülötte. Igen, a Dying Light 2 amúgy elég gyanús, mert hogy akkor volt is egy elég nagy botrány, hát relatív Lengyelországban nagy botrány, amikor ugye valaki
kitálalt a fejlesztők közül, állítólag a fejlesztők közül, hogy nagyon, nagyon gáz a egész projekt, hogy a felső vezetés el van szállva ott is, mindenféle túlórák mennek, meg utolsó pillanatos változások, meg minden. És ezek után a stúdió közölte, hogy nyugalom, ilyenről szó sincs, és mit tudom, rá egy hétre eltűnt a projekt a fenébe, és azóta se lehet róla hallani, szóval nagyon bizalomgerjesztő. Mondjuk persze ne legyen igazam, tehát, hogy ugye ott is azokat, amiket így mutattak a játékból, meg amiket mondtak róla, az alapján egy nagyon jó és nagyon kellemes projekt lehet. Csak tényleg az, ahogy eltüntették mindenhonnan is, és igazából ahhoz képest, hogy 2020 végére ígérték, ahhoz képest elég nagy a csend körülötte. Új generációs konzolok kapcsán szerintetek jövő évben, 2021-ben már jobban látjuk azt, hogy mire képesek ezek a gépek, vagy még a jövőre megjelenő játékok nagyon nem fogják ezt megmutatni? Hát szerintem itt elsősorban a Sony az, akitől lehet várni ilyesmit, mert ugye ők azok, akik kifejezetten exkluzív címekkel dolgoznak, ugye a Microsoftnál még idén sem nagyon várható ilyen, úgyhogy a multiplatform fejlesztőknél pedig ott még szintén az rajzolódik ki, hogy az új és a régi gépekre párhuzamosan fejlesztenek, ami ugye szintén valamennyire korlátozza itt a dolgokat. Szóval talán az első ilyen cím, ha tényleg megjelenik, akkor az új God of War lehet, ami tényleg nagy stúdió, kifejezetten Next Gen konzolos cím, és hozhat olyan látvány, de azért én nagyon-nagyon durva dolgokra még nem számítok, de ettől függetlenül kétségbe esni sem kell emiatt szerintem, mert ha mondjuk megnézzük, hogy hogyan alakult ez az előző generáció a PS4-el és az Xbox One-nal, hát ott tényleg azt hiszem, a végére ilyen Last of Us és Ghost of Tsushima szintű látványvilágú játékokat kaptunk, az nem hiszem, hogy bárki gondolta volna a legelején. Ezzel igazából én is pont így vagyok, tehát a Xbox meg a Microsoft az ugye le is nyilatkozta, hogy ők pár évig még ilyen keresztgenerációs címekben gondolkoznak fixen, tehát ott biztos nem lesz ilyen hatalmas next-gen látványvilág, meg next-gen életérzés. A Sony-nál ugye azért ők is visszatáncoltak egy kicsit ettől a minden csak PS5-re érkeziktől, a Spider-Man meg a Horizon Forbidden West kapcsán, szóval ha mondani kéne egy címet, ami szerintem a legesélyesebb arra, hogy igazi next-gen lesz jövőre, az nálam is a God of War. Tehát az egy olyan franchise, amit hát azért csak egy presztízs nekik is, és tényleg komoly stúdió készíti, tehát még annak van a legnagyobb esélye, hogy tényleg villancson valamit, ami PS4-en elképzelhetetlen lett volna, vagy előző generációban. Még egy címet megkérdezek, illetve hát nem is kifejezetten címet, bár nagyon más lehetőséget nem akarok így felhozni. Szerintetek jövőre esedékes az, hogy esetleg a Rockstar villancson valamit? Mondjuk egy GTA 6-ot? Ebbe is jól belekérdezte, fogalmam sincs tényleg. Főleg így, hogy ugye jön a GTA 5-nek is még egy kiadása az új gépekre. Nem tudom, hogy ezt meddig húzzák. Igazából nem hajtja őket semmi, mert a GTA 5 az most 7 évvel az eredeti megjelenése után is úgy fogy, hogy 10 AAA címből 9 megirigyelni, ami tényleg elképesztő. Úgyhogy ha 2-3 év múlva jön csak a GTA 6, nekik az is bőven bele fog férni, mert tényleg megállíthatatlan mind a mai napig az 5. rész. És ilyen szempontból szerintem ők csinálják jól, mert mondjuk, ha egy ilyen normál megjelenési ciklust követnek, és mondjuk megjelent volna már tavaly vagy idén a GTA 6, lehet, hogy ők is belefutottak volna egy olyanba, mint most a CD Projekt a Cyberpunk-kal. Tehát láthatatlanban is kijelenthetjük, hogy a GTA 6 az egy olyan léptékű játék lesz valószínűleg, amilyet még az életben nem láttunk. És szerintem, ha valakik, akkor a Rockstar képesek arra, hogy ezt igazán komoly hibák meg zökkenők nélkül összehozzák. Nézzem pont emiatt, hogy azért a Red Deadnél is, bár az sem volt nyilván tökéletes, de azért érződik, hogy ők akkor rukkolnak csak elő ezekkel, ha már tényleg úgy érzik, hogy készen állnak. Na, ehhez képest a Cyberpunk az egésznek a tökéletes ellentéte. Úgyhogy szerintem akkor is, amikor meglátjuk tényleges valójában a GTA 6-ot, akkor az azt fogja jelezni, hogy igen, a Rockstar készen áll arra, hogy ezt igazán tető alá hozza és kitolja a usereknek is. Ezek amúgy tényleg az ilyen best of címek, amikre nagyon nem lehet itt mondani, de szerintem, hogyha még 2021-ben készülnének vele, akkor már csak
csak megvillantották volna, vagy csak elkezdtek volna utalgatni rá. Főleg így, ugye, hogy itt lesz a Next Gen GTA 5, szóval szerintem még pár évet fixen várni kell egy GTA 6-ra. Amit bejelentést kérdeztem, tehát, hogy itt most nem a játék megjelenését, de amúgy igen, az, hogy még jön az új generációs konzolokra jövőre, az azt vetíti előre, hogy nagyon nekik még csak azzal sem kell foglalkozniuk, hogy esetleg belengessenek valamit. Jó, tehát szerintem nagyjából végigmentünk minden, ami lényeges. Bármi gondolat, valami, amit szeretnétek 2021-től videójátékos tekintetben, tehát, hogy mi az, amit reméltek még, mi az, ami jöhet, mi az, amire szükség van, pár szóban, ilyen kis záró gondolatként szerintem nyugodtan, amit szeretnétek, azt mondjátok el. Nekem igazából most már évek óta az a hozzáállásom, hogy különösebben nem várok semmit, és lepjenek meg. Ez úgy többé-kevésbé működött is, mert mindig volt egy-két olyan cím, ami képes volt erre, illetve nem is nagyon futottam bele pont emiatt ilyen különösebben nagy csalódásba. Igazából pozitívan állok hozzá, mert én szerintem jó trendek indultak el az iparágban az elmúlt pár évben. Nagyban köszönhető annak is, hogy az indie szerepe az most már tényleg nagyon komoly. Azért nyilván nem az elmúlt egy-két évben indult el, de most már érezhető, hogy az indinek, illetve a kicsit hardcore-abb címeknek sokkal nagyobb hatása van az iparágnak az alakítására is, és kicsit kevésbé trendek mentén születnek játékok. Nyilván még mindig megvan ez az egész, és mindig meg is lesz, tehát a közönségjátékok mindig meg lesznek, de kevésbé érzem azt, hogy trendek mentén készül minden, és szerintem ez így marad most még egy darabig, legalábbis is nagyon remélem. Úgyhogy nekem igazából ennyi. Szerintem mi jövőre is meg fogjuk találni azokat a címeket, amikkel jól szórakozunk, és hogy mennyi lesz közülük az, ami tényleg ilyen instant klasszikus magasságokba emelkedik, vagy bárkinek ilyen kis személyes gyöngyszem lesz, azt meg majd meglátjuk. Ezzel amúgy nagyjából én is így vagyok, tehát olyan hatalmas elvárásaim, olyan hatalmas felhypolt játékok, vagy azok nincsenek nagyon, amiket életet, tehát a lelkemet eladnám, csak hogy most játszhassak velük. Ilyenek nincsek. Igazából én csak annyit szeretnék jövő évtől, hogy a 21.9-es képarány támogatás az legyen elterjedtebb. Ami meg a játékokat illeti, hát szerintem bőven lesznek olyan címek, akár a tripla kategóriába, akár kicsit lejjebb, ami hát már most nagyon izgalmasnak tűnnek, és ha megjelennek, és tényleg olyan állapotban, akkor szerintem jövőre is sok ilyen, hát ha nem is instant kedvenced, de azért sok erős címet avathatunk majd. Úgyhogy én mindenféleképpen némi óvatos optimizmussal tekintek 2021-re ilyen videójátékos szempontból. Reméljük a legjobbakat. Játszani általában azért mindig van mivel, úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre is bőven lesz, akár új generációs konzolokon, akár előző generációs konzolokon, akár PC-n. A lényeg az, hogy legyen bőven megjelenés, és lehetőleg végleges formában, ne abszolút mindenféle hibáktól hemzsegve. És hát igazából szerintem akkor nyugodtan most kívánhatunk boldog karácsonyt mindenkinek. Lehetőleg békéset, tényleg nyugodtat, vigyázzatok a családtagokra, ismerősökre. Most ez egy ilyen speciális ünnepi alkalom, nem a megszokott, de hát időnként alkalmazkodni kell a világhoz. Reméljük, hogy mindenkinek jól fog telni, esetleg még valamiféle konzol vagy játék is kerül a fa alá. Lényegében ennyi, amit kívánhatunk mindenkinek, és egészséget természetesen. Úgyhogy kellemes karácsonyi ünnepeket, még szilveszter előtt jelentkezünk egyszer, addig is szokásos csengettyűzzetek, kövessetek minket, iratkozzatok fel. Remélhetőleg azért élveztétek ezt a kis, kicsit kötetlenebb, a megszokottnál kötetlenebb beszélgetést, illetve hát nyugodtan a véleményeteket természetesen írjátok le. Nektek mik voltak a kedvenc pillanataitok az évből, kedvenc játékaitok, mit vártok a jövő évtől, ahogyan mindig kíváncsiak vagyunk rá. Sziasztok! Kellemes ünnepeket, sziasztok! Kellemes ünnepeket és sziasztok!